Köszöntő beszédekkel vette kezdetét a Dusnoki Rácvonó egyik programja, Páva nap. A település hagyományőrző múltjáról és jelenéről elismerően szólt többek között Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke, aki kiemelte, hogy milyen fontos szerepet játszik Dusnok a megye működésében. Én nagyon sokszor példaként állítom ezt a települést, ezt az itt élő embereket a megye többi részén, hiszen nem csak az aprókról van szó, hanem a többi néptánc csoportról is. Az idősebbek is, amikor énekelnek itt, és énekeltek itt, valami fantasztikus. Ez az évtizedes hagyományőrzés. A valamikori jégverés emlékezetére tartott minden évben a rendezvények, a kulturális események tömkelege. A műsor természetesen muzsika szóval és tánccal vette kezdetét. A színpadon a Dusnoki aprók csoportja ropta. A csapatban több mint 35-12 éves gyermekek táncolnak. Az együttes a Kalocsai Mágszemek csoporttal együtt aranyminősítést ért el a tavalyi Tóth Ferenc koreográfia versenyen, így márciusban részt vehetnek a gyermeknéptánc antológián is. Tőlük először sárközi táncokat láthatott a közönség, a lépéseket Tóth Mió Erika és Tóth Zoltán táncpedagógus tanította be. Nézzük át meg a töröknek! Híres neves táncát! Hogyan rázzak atyájának! Igen, sűrű ráncát! Nota! Tudják, a táncosaink a tehetségkutatóban elnyerték a közönségdíjat és a különdíjat is. Ezért január 28-án a Rácvonó keretein belül Pávás bált tartottunk a Dusnoki Aprók Néptánc Együttes tiszteletére. A fellépők között szerepelt Abel Csaba és Molnár Bence, a szólótánc kategória versenyzői, valamint az egyik zsűritag Beresz István is bemutatót tartott. A továbbiakban felléptek természetesen a Dusnoki Aprók Néptánc Együttes, a Dusnoki Ifjúsági Néptánc Együttes, a Szekszárdi Partina Néptánc Együttes szólistái, mégpedig Bajusz Panna és Sándor Zsigmond, illetve Tóth Mihó Erika és Tóth Zoltán táncpedagógusok is büszkén rogták a táncot a színpadon. A programot a Dusnoki és a Kalocsai gyerekekből álló Páva csoport műsora zárta. Az együttes a felszállott a Páva verseny középdöntőjében bemutatott lépéseket mutatta be. Dusnok község önkormányzata évente egyszer ad kitüntetést, a mostani díjat a lelkiismeretes munkájáért és elhivatottságáért ezen a napon Tóth Mihó Erika és Tóth Zoltán a társcsoport vezetője vehette át Rideg Lászlótól, majd Palotai Péter, a település polgármestere tájékoztatta a résztvevőket, hogy Dusnok községéért kitüntetésben részesíti a Dusnoki Aprók Néptánc Együttest.